Na szevasztok! Halló! Na! Volt egy kis technikai para, mert tegnap, nem is tudom már miért, de kihúztam egy pillanatra a fülest. Erre az Elgato Stream Deck-nek a Voice Mode komponense kitalálta, hogy mindent kiküld a hangszóróra. Szóval, ha ez úgy marad, akkor a fele játékot így halljátok, a felét úgy. Úgyhogy érdekes volt. Na gyerünk tovább! Elvileg meg vagyunk öten, de hát még sehogy nem állunk a nyomozással. Úgyhogy jó lenne rámenni a nyomokra, meg a bizonyítékokra, hogy mi a franc van, hogy haladjunk. De szerencsére a telefonom le van halkítva, de ide jönnek az értesítések a csoportból. Úgyhogy majd lehet, hogy néha így ránézek, nem azért, hogy azt nézem, mennyi az idő. Na. Jó, basszus kulcs. Na, gyerünk, nézzük, hogy állunk. És most már nem finomkodunk, ahogy össze tudok tenni ilyen durvább fegyvert, már rakom is össze, majd mindjárt meg is nézem, mert valahol lehet csinálni, már építettem hozzá a gépet. Nézzük meg, hogy állunk. Azt mondja, hogy igen, még egy nyom kell, és akkor meg lesz ez is. Mit látok? Ide még kell két nyom. Ide meg három. Jó, basszus kulcs. Ja, csak kinyomtam, mert ugye nyilván streamben nem a üzeneteimet fogom nézegetni. Oké, na! Gyerünk! Nézzük már meg ezeket a haszófegyvereket, amiket lehet csinálni. Itt lehet csinálni? Nem, itt a páncélt lehet csinálni. Hú, várja, itt lehet csinálni? Nem, itt sem. Az az öngyilkosság, azt nem csinálom meg. Várja, ott fönt. Egy pillanat. Nem. Melyik volt? Ez volt? Aha. Na, itt vannak a durvább csúszlik. Plazmavető, aksi, sugárpuska, folyadék, lövedék. Sugárpuska esetén automatikusan használatba kerül. Van mindenhez cuccunk. Megnézzük ezt a sugárpuskát. A leltárod megtelt. Na várja, basszus kulcs, tényleg. Na várja, nézzük. Júj, van baj. Van baj, azt a kurva. Hú. Oké. Osszuk el. Oké. Basszus, annyi kajánk van, mint az állat. Mennyit lehet összerakni egybe? Hármat. Jó. Kell ezt még szekrényt csinálni, basszus. Az jön ide, hogy... Ezt a kaját, ezt ki fogjuk tenni, ez bőven elég, ha nálunk van, de még az is sok. Oké. Hú, van baj. Azt a kurva életbe. Oké. Kell nekem ennyit gyűjtögetni. Hogy a pisztolyt oda kéne adni valakinek. Végül is az izét, az alkát sem nagyon használjuk. Na,
melyiket cseréljem le vajon? Úristen, van itt gond. Kell még csinálnom szekrény, basszus. Jó. Várjál. Mit szólsz, építsünk. Egy tüzé lesz, ott. Még esetleg a alvóhely lesz. Hol van a legdurvább szekrény? Ebbe fér a legtöbb. Nem lehet oda tenni, mert ott valami... Oké. Na jó! Na nézzük akkor. Itt is van egy vadászpuska, bazd meg. Hát nem csoda, hogy... Csoda, hogy izé nincs... fegyverünk. Vagy izé helyünk. Oké. Akkor a szűrőből teszünk ki. Azt mondja, hogy a fogyó... Ó, bazd meg, ez is itt maradt. Jó van. Oké. Na. Hogy csináljuk? Kell csinálnom lockpicket, az biztos. Cseréljük le a vadászpuskát, én azt mondom. Azt odaadjuk valakinek, azt a vadászpuskát, megnézzük majd, hogy ki jár jobban vele. Aztán lehet, hogy majd még kellene ezért is csinálni. Még pajzsot nekik. Oké. Na. Oké, nézzük meg a srácokat. Neki ugye adtunk pisztolyt. Ready neki, for another gig? Neked mi van? Mutasd, mi van nálad. Egy jól felhúzott vadászpuska. Oké, akkor neki maradhat, és neki van pajzsa is. We need to talk, Igor. Oké, beszélünk. Got some intel that needs acting on. NAR is preparing a huge shipment of munitions, maybe food as well. We can't let this opportunity go. Okay. You're not wasting any time on that radio, huh? Sure, I'll look into it. What's okay, our next move, boss? Na. Nálad mi van? Nálad is egy felhúzott vadászpuska. Hát azért ez jobb. Ez jobb ez a cucc. Ahogy. Adjuk neki oda a pajzsunkat, majd én csinálok. Majd én csinálok magamnak. Nem akarom, hogy bajba kerüljön még egyszer. Na. Neki egy felhúzott alkája van. Oké, szóval kell egy pajzs. Meg még egy pajzs. Meg magamnak. I am ready to continue the great rat catcher's work. Are you? Oké, na három. Pajzs rendel. Hogy áll ő ezzel a vadászpuskával? És az alkával? Jó, maradjon meg ő a vadászpuskánál. Na! Ezeket meg bontjuk le a francba, mit szólsz? Várjál, itt lehet lebontani? Nem, itt lehet. Ezért csinálni. Hú, ja, itt lehet lebontani. Oké, na várjál, nézzük meg a fegyvereket. Oké. Bontásra kijelölve. Oké, itt semmi. Oké, ezeket mind bontjuk szét a francba, mert jól fog jönni az alapanyag. Rohadtul jól fog jönni, amikor majd egy csomó cuccot kell csinálni. Oké, ebbe. Ebbe semmi, oké. Okay. Itt van egy csomó hely. Na, azt jó tudni. Akkor itt is kell, hogy legyen hely. Igen, nagyon jó.
Jó, oké, és akkor még itt hagytunk valahol egy puskát valamelyikbe. Ebbe, aha. Itt van, oké, na. Ne, az úgy, jó. Oké, akkor ezek most üresek. Ez miért kisebb? Amúgy nem kisebb, csak... Ja, mert hogy ez ott a szemét tetején van. Érdekes, oké. Na! Újat is csinálunk, hogy az ott... Az biztos! Igen! Egész hamar. Oké, most nem tudom mennyinél tartottam, jó van, ennyi csak elég lesz. Na! Akkor bontsunk. Na. Jó, té. Oké. Már megint van egy csomó nyersanyagunk. Ezt is bontsuk lefele. Oké, na pakoljunk ki. Kezdjük mondjuk innen. Anyagnegátor. Jézusom, ezt a hülye nevet. Ilyen kell még. Oké, na. Csak kidobálom a francba. Kaját ide. Ja. Azt hiszem, akkor meg vagyunk, ugye? Ez bőven jó. Sugárvédős cuccot még kéne csinálni. Még legalább egyet. Oké. Gyorsan csinálunk ilyen sugárvédős cuccot. Ez rohadt jó, hogy nem kell nálam legyen a nyersanyag. És tudok csinálni, oké. Oké, nagyon jó, ugye? Ugye, oké. Na, gyerünk. Akkor... Azt mondja, hogy itt lehet a pajzsot. Aha. Nehéz páncél? Jó, nem ez kell nekem. Ez kell! Ebből kell három. Oké, nincs több helyem. Nagyon jó. Várjál! Úgy. Na. Adjuk akkor oda ezeknek. Na, neki van páncélja? Na, most már lesz. Oké. Nagyon jó. Kinek? Mikhailnak? Let's get cracking, Professor Fancy Pants! Aha. Jó. Nagyon fasza van mindenkinek akkor páncélja. Nagyon jó. Szerintem kéne használni a részét. Neki van. Neki van. Oké. Okay. Jó, neki adtuk az enyémet. Oké. Okay. Na, akkor csinálok egyet magamnak is. Úgy. Nagyon jó. És akkor fegyvert kéne csinálni. Itt lehet, nem? Nem? Várja, hol volt? Nem? Basszus, melyik gép volt az? Ja, ezért tudom, már az a kerek szar volt. Micsoda labirintus csináltam én ide, basszus. Oké. Na, nézzük ezt a sugárgenyót. Oké. Okay. Nem tudom, mennyit fog fogyasztani. Csináljunk vagy ötöt belőle, szerintem. Úgy, és még egyet. Oké, okay, nagyon jó. Na, nézzük! Ja! Hogy így 50-et csinált, szóval 10-esével csinálja. Oké, okay, nagyon állat. Na, hogy valahogy nézzen ki. A fogyó eszközöket ide le kell alulra cseszni a bicsbe. Úgy, oké.
That's either cow or Polish horse. Basta, és lehet, hogy gépegy, mert 20-46-80-100 húsz lőszer bazd meg, az egy egész hadsereget ki lehet nyírni. Na! És itt föl lehet húzni? Vá, ne basszál már föl! Ha hülye vagy, azonnal! Hát, ha felbírnánk húzni maxosra. Oké, ez, hogy milyen irányzék legyen rajta. Hőoptika. Ám, jó lesz ez a hőoptika. Hát remélem ez lesz a legbaszóbb fegyver az egész játékba. Na! Meg vagyunk akkor, ugye? Az a helyzet, hogy én szerintem teszek még ki lőszert, ne legyen nálam ennyi. Várjál, hol van hely? Ezt a kuplerájt, na majd összerakjuk. Úgy, 60 lőszer szerintem elég lesz. Ehhez meg csak kéne csinálni még tizet, hogy jól nézzen ki. Ja, nem is ide kell jönni, basszus! Jó. Nem baj. Még idén elindulunk, nyugi. Aztán meglátjuk, hogy ha ez bejön, milyen hang? Milyen hang marad? Oké, na. Csináljunk-e... Ja, be van kapcsolva! Bazd meg! Jó van! Jó! Szóljatok rám! Igen, na, a Stream Deck ennyire meghűlt annyitól, hogy tegnap egy 5 percre kihúztam a fülest. Ennyire meghűlt. Ha! Jó van akkor! Köszi! Köszi, hogy szóltál, Mr. Drágmester! Yeah! Kösz! Király vagy! Nem, hát rá se néztem igazából. Viszont kapcsolok magamnak egy kis hideget. Egy pillanat, mert kezdek megdögleni a melegtől. Pillanat. Na. Hú, na, akkor elvileg minden megvan, ugye? Van egy csomó helyünk, majd valakitől kell tanulnom még kiképzésbe, hogy ezeket is állokkoljam, hogy még több helyünk legyen. Na, nézzük! Oké, szóval ezt mondta, hogy meg kéne lesni. Oké. Na, nézzük akkor kinek, hogy mi, hogy merre mi fekszik. Ide Mihály meg Tarakán a legjobb. Saskó Oliver. Saskó Oliver, jó. Olivert küldjük oda. Mihályt ide. Saskó ide. Tarakán ide, és akkor mindenki le van fedve. Na, így vagyunk öten, ez így már elég lenne ahhoz, hogy megcsináljuk a rajtaütést, csak ki kéne még nyomozni a izét. Na bazd meg, ki kéne még nyomozni a... ezeket az aktákat. Olivier wants to play soldiers, Igor. For him, everything is war. And the spoils of war. What about you, my darling? What is your mission? The NAR doesn't care about anything or anyone. Deaths are just numbers on a page for that greedy corporate beast.
and the beast won't allow you to pull out its teeth so easily. Hú, de kíváncsi vagyok erre a fegyverre. Na. Oké, egyelőre semmi. Aha, oda kell menni, és itt meg még mindig itt van egy kérdőjel. Azt nézzük meg. Ez itt Tevengyi. Ah, nagyon fasza, akkor lesz lootbox megint. Mert hogy simán veszek egyet. Basszus, a kaját kiraktam? Ki? Hála az égnek, jól van. Na, köszönöm szépen a csírt. Nagyon szépen köszönöm. Na várjál, azt mondja, hogy... Arra van a kérdőjel, ugye? Na, nem jót nyomtam. Aha. Végig követem ezt az utat. Itt jobbra. És akkor onnan meg egyenesen. Oké. Okay. Néha ráküldök egy ilyet. Hát, ha jelez valakit. Ó, jó. Futi van. Mert kapjuk a rohadt sugárzást. Bassza meg. Oké, okay, átértünk. Na, tölts már föl. Aztán hagyjuk itt. Jó irányba jövök amúgy? Aha. Itt erre. Oké, okay, itt megint sugárzás lesz. Úgyhogy be kell rohanni ide. Ez lehet, hogy a föld alatt lesz. Már hallom Mevengyi zenéjét. Hoppá, ott van valaki. Lenne a föld alatt. Aki ide be lehet jönni. Azt tudja, hogy föld alatt lesz. Who's there? Hey! I'm here! Na? Nem lehet beleesni? Na, azért. Down the metal staircase, next to the big pipes! Oké. Okay. Ez a kérdőjel. Oké, okay, na várjál. Akkor ezt most már kiszedjük. Segítünk az NAR katonának. Mert hasznos volt múltkor is. Hey, hey you, help me, please. Mindjárt segítek, nyugi. Don't leave me here. Nem hagylak itt, ne szarjál be. Oké, itt barkácsolni lehet. Please help me before that psycho comes back. Seems like you're probably in there for a reason. What did you do? What did I do? Nothing. I never hurt anyone, please. I was out on patrol when this maniac jumped me and dragged me all the way here. He said he was going to use me as bait. Ez ugyanaz, mint aki luring in monsters. Please, don't let me die like this. Segítsünk neki. I don't like the sound of using a human being for bait. Az NAR-on belül. Give me a second. I'll get you out of here. Oh, thank you. I won't forget it. Oh, thank God. I'm out of here. And you better get out of here, too. That maniac of those monsters could show up any minute. Oh, thank God. Ja, oké, azt hittem, hogy... And you better... That maniac... Oké, szóval akkor tudja, hogy itt lesznek valamik. A hármason nincs semmi. Ó, várjál már, basszus. Hogy lehet? Ez az. Megvan.
Wow! Azt a kurva! Na jó, próbakör. Az a baj, én lemaradtam róla, sajnos. Oké, itt lehet még lejjebb is menni. Várjál! Ezt már kinyitottuk. Jó, oké, akkor most már tudom, hogy mi van. Jó. Már csak akkor ki kéne jutni. Várjál! Basszus, nem jó irányba jöttem. Itt kell jobbra menni. Oké. Igen, és kérdés, ezt ki tudok már? Ja, nem. Itt, aha. Oké. Jó, nagyon jó, itt kiszabadítottuk. Oké, ott van valami cucc. Hol volt? Itt. Gyúlékony hozzávalók. Na jó, fasza. Arra vagyok kíváncsi, figyeljetek! Nekem nem csesztel, nekem fúra van töltve. Ó, mosolygós arc. Üdv a fedélzeten, üdv a csapatba. Jó szórakozást. Hoppá, itt van valaki. Vagy ez Avengers jelzi, vajon? Hopp, az ott mi. Valamit ott hagytunk. Ó, meg ott is. Ha, nem elég, basszus a loot, meg a sugárzás. Nem elég. Oké. Én hülye, nekem még be kell menni. Ezt a dokumentumot, ezt már láttuk. Oké. Akkor mehetünk. Hogy állok sugárzással? Kaptam egy keveset. Lehet, hogy ebből többet kellett volna csinálni. Oké, okay. Jó van. Várjál, mennyi helyünk van? Jó van, oké. Okay. Mert az a box az elég sok helyet foglal. Ó, persze, hogy teljesen körbe kell menni a házon. Stop right there, you're on Prippy and Bradford term now. So, anything interesting going on? Well, there's something fishy happening in the power plant. Those are the orders as he leaves me. So you do okay. What did I just... Ezt már hallottuk, oké. Okay. Akkor ő semmi ilyet nem mond. You mentioned something about trade. What kind of things do you have? What about this, box of loot? That'll be one food ration. Parancsolj. There you go. It's just for you. Hallod, annyi lúdunk van ebben a játékba, mint az állat. Oké, okay. Na, haja. Mehetünk rája a küldetése. Ide néz, ekkora a lootbox. Az ki tudja, hogy ebben mi van. Ez mindig ilyen zsákba macska. Na. Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Na, nem akarok jelölni. Ide kell jönnünk. Aha. Hát előbb leteszteljük a puskát, nem? Mit szóltok hozzá a sugárvetőt? Jó irányba állok? Jobbra. Oké. Okay. Hát ez nagyon állat. Oké, okay, kicsit. Hát nem valami erős. Oké. Okay. Bár mondjuk nem láttam, lehet, hogy pajzsos.
Ho ho ho! Hello! Na! Aha! Hol vagy? It's us or him, boys! Ajj, ez egy fejes volt! Oh, ott van. Az is kapta. Oké. Okay. Ez tetszik. Sponzor az egy érdekes dolog, az nem a partnerségen múlik. Lehet úgy is szponzorod, hogyha nem vagy partner. Abszolút nem azon múlik. Hoppá, egy jó pajzs. Ájjaj, teli lesz a lootunk. Au, az így nem lesz jó. Lehet az okos gyűjtögetést, kiképzést meg kéne csinálni, és akkor hát, de az a baj, hogy az inkább csak több lootot ad. Mindegy, majd maximum eldobáljuk a cuccokat, ami sok. Oké, elvileg nincsenek többen a környéken, jó. Na! Fogyasszunk egy kicsit. De igazából... Várjál... Az a pszichét javítja. Az az életerőt, ugye? Nem kell ennyi felszerelés hozni, mert az a baj, hogy mindig háborúra készülök. Viszont a sugárzást, az... Van ilyen sugárzás? Itóka, az most pont nincs nálam. Há, na mindegy. Valószínű, hogy el kell dobálni egy-két cuccot majd. Hát, az a baj, azért az egy sugárzás pont én nem akarok elhasználni egy egészet, mert az hármat vagy négyet javít. Na jó. Menjünk. Elvileg itt fölmegyünk. Na, nem is kéne szkennelgetni, mert nem kéne most már több lootot felszedni, mert most már túl sok. Jobbra kéne menni, mi? Oké, most már valahol itt leszünk. Már mindjárt föltölt. Aha. Óvatosan. Itt lesz bent. Lehetséges, de menjünk előről. Ó, ott len van valami, úgyhogy ez... Itt van a fegyverszállítmány. Hát szerintem az csak a föld alatt lehet. Olivier, I'm up on the roof. There's a signal flare in the distance. I assume it's red? Yes. Piros. Must be the drop zone. Yeah, zero that's your target. Hol? Time to roll. Good luck. Yes, sir. Olivier, sir. Anton was a good guy. So let's do our best. For him. Try to keep a low profile out there. Don't let NAR spot you. And don't take more than you can easily carry. Ah, lehet, hogy akkor el kell dobálni majd lootot. Szóval be kell lopakodni. Hogy ne vegyenek észre. Vagy a késze ezt ne tudjon beszélni róla. Kapjuk. Ó, ez itt. Oké. Okay. Szóval van fall damage. Most már ezt tudjuk. Töltset, 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 töltset. Oké. Okay.
kicsit levágtuk itt az utat. Mondjuk annyira nem kell lopakodni, még messze vagyok. Oké, na most már itt óvatosan. Amúgy jól néz ki nagyon ez a... ez a ködös, ahogy átsít a nap a... azért az ágak között. Durva. Durvá jól néz ki. Meg kéne várni, még feltölt. Ó, még jó van arrébb van, oké. Na, felbrokálni. Növényeket nagyon most már nem kéne fölvenni, mert inkább termeszteni kéne. Na jó. Aha. Ujjjj. Oké, ő közel van. Próbáljuk meg csendben elkapni. Pont háttal van. Ez talán szerencse. Persze, hogy én megakadok minden szarba. Az a baj, sokan vannak itt. Ki fog szúrni, mi? Nem lehet. Baszd meg. Páncélos, mi? Na jó. Az így érdekes lesz. Looks like Kozlov really pulled some strings this time. This is a ton of ammo. A kurva életbe. This was supposed to be a fucking holiday. Ez mint páncélos. Nem, nem. Csak az a baj, hogy a másik meglát, hogyha kinyírjuk. El kell várni, még az visszafordul. Az meg elmegy arra. Itt vagyok, az meg egy köpésre tőle. Jó, hogyha gondolom körbe jön. Ha eljön még egyszer erre, akkor elkapjuk hátulról, azt lefolytjuk. Most fog visszajönni. Szerintem itt van mellettünk a sátorba. Oké. Jó. Muszáj, hogy lássuk őket. Meg kéne próbálni azokat elkapni legalább, akik a szélén vannak. Nem páncélos, úgyhogy megvárjuk, még visszajön. Közben az a baj, jön a vihar. Ez az, menni oda be. Oké, így nincs szem előtt. Már kétszer is meggondolom, hogy milyen lootot veszek föl. Na. Ó, megakadok benne. Oké. Ha szerencsém van, akkor csak az az egy páncélos van.
Tom. Olivier, I can see the crates. It looks promising. Well done. I know you worked hard for this, but don't get greedy. Remember, low profile. Don't listen to that soldier boy. Fuck low profile. No, but remember the pointers I gave you, Igor. Let's go. Be a pro. Jó, gyerünk már, ne dumáljatok annyit, mert közben járőr összek. Mikhailt el fogjuk veszteni. Olivier's right. Causing an uproar when it... Ezt mind elvettük? Oké, és akkor most gyorsan innen ki kéne úgy jutni, hogy ne szúrjanak ki, mi? Oké, csak jussak el a olyan bokorig, ahol már nem látnak. Na, elvileg itt már jó leszek. El fogjuk veszteni Mikhailt szerintem. Jó, hogy fölfegyvereztük. Most már használhatjuk szerintem. Majd csinálok újat. Legyünk maxosak. Na. Lesz mit lebontani. Jó, szerintem ne is húzzuk az időt, hanem menjünk a francba. Oké. Bőven lett mindenkinek minden, úgyhogy én azt mondom, hogy most mindenki kapjon extrát. Hagyj szóljon, hát, hogyha egy kicsit jobb kedvű lesz a társaság. Oké, nagyon jó. Az a baj, hogy egy képzettségpontunk van. Mikhailla, lesz gond. How's it hanging, Professor Egghead? Mikhail! What is that devilish cacophony blasting from our radio? Oh, you're obviously no fucking Gothnik, but you'll learn. This is the music of the zone. But you were born here. How can you not know this stuff? Well, don't forget I spent many years in the UK. James? Right. You definitely missed some vital history, like the collapse of the Soviet Union. The last one sounds especially ominous. What's that? Not a big music fan, huh? I love music. Listening to Tatiana play the violin is one of my... Sibelius, Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, even Vivaldi. Jesus H. Fuck Nugget! You must be like 100 fucking years old! I'm not, though I feel like it sometimes. We need to remedy this situation, Prano. I want you to listen to Sex, Kvass, and Hard Bass. It'll change your understanding of music forever! I have absolutely no doubt about that. Jézusom. Szevasz, Pain the Immortal. Oké, na. Milyen kiképzést tudna nekünk adni egyébként, mert nem tud adni, mert nincs elég pontunk. Az a baj. Igen. Kapacitás kell pedig. Nagyon. Hát ha úgy néz ki, hogy legutóbb benn voltam nálad, akkor jól néz ki.
amikor beszéltünk, vagy azóta volt upgrade? Na várja. Egy kiképzési pont, én nem tud senki se adni semmit, mi? A wise mouse, he can always take care that the cheese isn't poisoned or sitting in a trap. You never know. What are you talking about? I'll ask. 1957. Kapow! Evil rats were stirring the pot, trying to stick their ugly little snouts where they shouldn't. Yes, I remember reading about that. It was a chemical. Huge quantities of cesium-137 and strontium-90 were released into the... While you were reading about it, my mother had to live through it. The placid Teka River. So beautiful this time of the year. But I... Yes. One of many regrettable failures. No, 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 Mousy. What you call failure, I call a deliberate plan. He lured the silly little mouses with a chunk of smelly, yet deliberate... Okay, igazából ez csak annyi, hogy meséli a háttér történetet. De igazából csak annyi, hogy az atmoszférához járt. Wondering if there's anything you'd like to teach me. But of course, I have been blessed with the wisdom of the great catcher. And I've also spent a lot of time in the zone. Jó. Na, mit tudsz adni egy képzettségpontért? Semmit. Ó, viszont a software frissítést az... Ha! Az lesz a következő, fejlett software frissítés. Actually, I can't do it right now. Okay. Na. Oké, na nézzük, basszus kulcs. Mi van akkor, hogyha... Na mindegy. Le is lehetne bontani cuccokat igazából. Oké. A lőszerekkel mi az Isten csináljak? Annyi nem lehet ötni, többet nem lehet összetenni. Oké. Okay. Lesz itt mit böngészgetni, basszus kulcs, hogyha majd egyszer szükségem lesz valamire. Oké, okay. Na. Ez mi ez, shotgun lőszer? Az nem kell nekem. Jó. Sugárcuccot kell csinálni hármat, ebből se fogok csinálni többet. Mert tök fölösleges. Sőt, ezt is kirakjuk. Ebből meg nem fogyott semmi. Ez érdekes. Ezt kibontjuk. Megnézzük, mi van itt. Oké. Okay. Jó, telirakjuk ezt is. Basszus, mennyi cuccunk van, úristen, na már az a szekrény is tele van. Ide még fér egy valami. De nem kell több mindent kitenni, ez így jó. A pajzsot meg lebontjuk. Mert igazából nincs rá szükségünk. Oké. Okay. Tök mindegy, pakoljuk kifele a zsebünkből, ami van. Úgyhogy legyen minél töpénk. Jaj, a pisztolyt is le kell bontani, basszus. Oké. Okay. Oké. Okay. Itt még az egész rend volt. Aztán utána rászoktam a kuplerájra. Oké. Okay. Na. Sugárzás cuccot kell csinálni. Illetve antisugárzós cuccot. Ebből jöhet nyugodtan. Három. Oké, okay, hogy állok a többivel?
Igazából ezt is ki lehet tenni, mit szólsz? Fölösleges ennyi nálam. Van itt még valahol hely? Van, ez itt pont ide való. Teljesen jó. Oké. Na, hát azt hittem, hogy kell csinálni majd lőszert ez a sugár fegyverhez, de nem. Oké, nem lett több. Még egy nyom kell. Ide kettő. Jó van. Szerintem utolsó csepp van a pohárban Mikhailnál. Szóval szerintem nagyon... Nem nagyon tudjuk már tovább rontani a kapcsolatunkat. Na. Jó van, nyugi pénz, Immortal, ne feszülj rá. Better be here soon, or there will be consequences. Kozlov's going to sacrifice me. They left me here, and he is coming after me as well. We both know who I'm talking about. I can't trust Kozlov anymore. You have to help me finish what we started, you and me. We're in this together until the end, whether you like it or not. Mi az Isten kavart már az öreg? Find out the truth, would you? I'm waiting in Lenin Square. Make haste, or we're both going to regret it. I guess I really am naive, huh? I think you owe me an explanation, old friend. Na, ez tudja, hogy csapda, és tudja, hogy a fekete stalkerrel most össze fogjuk akasztani a bajuszt. Hát figyelj, megvan a legbaszóbb pajzsunk, van egy nagyon állat fegyverünk. Meglátjuk, mire jutunk. Nem is szarakodok, megyünk rá. Ha. Oké. Na nézzük. Menjen élelmiszeré, majd meglátjuk, hogy a többi... Oké, ez jött ide, nagyon jó. Igazából most már mindenkinek megemelkedett a százaléka. Ő neki meg egy laza fölfedezést. Így, hogy azért adtunk neki jó felszereléseket, így azért már látjátok mindegyiknek azért. Looks like your mentor sold you out, or perhaps he was involved in all of this from the beginning. Regardless, he's clearly no longer your friend. He set a trap for you, Igor. What are you gonna do about it? Mit csinálok a csapda ellen? Belesétálok és belülről fölrobbantom a francba. Basszus, hogy lehet, hogy kellett volna hozni nyersanyagot, és ide építeni olyan cuccat, hogy ne tudja jönni a fekete stalker. Mindegy, most már. Itt még talán nem is voltunk. Van itt felfedezni való bőven. Jaj, oké. És a Dodge Gem is megvan valahol? Vagy ezt azért nem csinálták meg? De kurva jól néz ki, bazd meg a fény. Látjátok ezt a ködös cuccot? Amint hogyha ilyen enyhe füst lenne, vagy én nem is tudom. Nagyon állat. Azt a kurva élet. De gatyámba csinálok, olyan jól néz ki. De tényleg, most nem trollkodok. Hol van itt a kérdőjel? Ja, itt lesz.
Oh, Esme. Mom, you're Emily. The amusement park. I want to ride the bumper cars. Of course we will, honey. As soon as it opens. That's right, buddy. We'll be here on the 1st of May, right after the parade. Your mom and I have been reading all about it in the newspapers. I want to ride the paratrooper. Oh, in the cars. Dad, can I drive the cars, please? You and me both, pal. We'll bump into each other. Whoa! Next week, guys. I promise. Damn. Sorry. I just remembered that I have a shift at the power plant. I'll bet I can get Fedor to switch with me, though. Bizony. Azon gondolkoztam, hogy mi játékosok. Lassan már jobban ismerjük Pripyat városát, mint az, aki ott lakott. Már annyi mindenbe lemodellezték. Ugye kezdődött a Kod 4-jel. Ez az egész. Ott egy csavargó, majd ezt megnézzük. Ez be lesz az épületbe. Hát, előbb felfedezünk. Addig nem megyek rá a fő küldetésre. Oké. Ez az utroda? Bajom? Megvan-e a torony? Hú, nem emlékszek, melyik épületen volt a torony. Emlékeztek? Ahova fölmentünk Ghost-tal. Jó szórakozást, Pain the Immortal. Ott van fönn izé, cucc. Ott meg valaki. Ott is valaki. Hú, bazzeg. Oké. Van két képzettségi pontunk. Az miért piros az a tűz? Ja, ma amúgy piros a tűz. Igen. Gondoltam. Ettem gáz lesz nagyon. De nem be lehet menni. Oké. Oké. Jó, az első mellé ment. Jó. Ennyi, már nagyon sok minden nem akarok fölvenni. Mi ez a központ itt, he? Még volt valaki még. Aha, ott. De megnézzük, hogy az ott fönn, ott micsoda. Ez fönt van. Ez mi? Tároló. Mechanikus alkatrészek. Adjad basszus! Hú, halljátok, az a baj, nem tudom hova menjek, mert annyi minden van, hogy itt a bőség zavara. Úgy nézem, hogy egy központ. Az lent van mi? Kaja?
menjünk fel, azt nézzük meg, hogy fönn meg mit hagytunk itt. Ők meg még lejjebb lesznek. Aha, ott vannak ketten. Az ott mögöttük egy szörny? Ja, be van zárva, aha. Érdekes. Jó, elvileg innen jöttünk, hogy innen is jöhettünk volna. Ugye csak mi nem erre jöttünk. Aha. Na jó. Akkor nézzünk el erre. Ugye itt nem néztem meg ezt a központot. Itt lőttem le a másik ört. Itt lehet-e valamit? Pedig itt aztán basszus, ennyi számítógépnél biztos, hogy kéne találnunk nyomot, vagy bizonyítékot az ügyekre, amikben nyomozunk. Basszus, és nem, egyiket se lehet basztatni. Na jó, akkor menjünk. Ott egy dokumentum. Ha kiugrok, itt nem tudok visszajönni, mi? Úgyhogy épületen belül kell lemenni mindenképpen. Na jó. Vagy le tudok menni. Oké. Itt a lépcső. Innentől jobb lesz óvatosnak lenni. Kíváncsi vagyok erre a ládára. Hát, ebben se sok minden van. Aha, így ki lehet választani, hogy mit veszünk fel belőle. Ez jó. Mármint úgy nem sok minden van, hogy amúgy sok minden... Oh. Ó, oh, hello. És te? Mennyien vannak itt, te jó ég. Itt elkezdek lövöldözni, tudod, hogy a nyakamba kerül 2 percen belül mindenki. Azok ott be vannak zárva? Aha. Oké, okay, azt a dokumentumot, amit láttam fölülről, nekem engem az érdekel nagyon. Ők be vannak zárva. Valószínű, hogy ki lehet őket majd engedni. Az is lehet, hogy ki is fognak szabadulni. Hárján, megnézzük, hogy milyen az az őr, hát, hogyha el lehetne kapni hátulról. Ha pajzsos, már pedig lehet. Nem. Oké. Okay. Hú, jó. Eddig jó. Az alkatrészt fölvesszük. Más nem kell egyelőre. Itt a dokumentum. Patient Zero. Érdekes. Oké. Na nézzünk szét. Mi érdekes lehet itt még? Ennyi? Basszus, ezekben a komputerekben miért nem lehet bele nyúkálni? Ha.
Nem azért, de... Szerintem ez a fekete stalker, ez valami olyat tud, amit én még nem. Oké. Azt tudja, hogyha itt elkezdek lövöldözni, akkor gond lesz. És itt nekem miért kell itt megállnom? Hoppá, várjál, ott van egy izé lockpickes cucc. És én azt ott hagytam. Hol? Elvileg itt, akkor az fönt lesz. Nézzük csak meg. Aha. Jó van, gyere, hogy legyen értelme, ha már elcsesztük a lockpicket. Na jó. Rá kéne jönni. Uh-huh. Csavargót meg lehetne nézni. Nem akarok ide még bejönni, mert ahogy látszik, ez egy körzet. Hanem azt kéne csinálni, hogy eljönni megnézni ezt a kérdőjelet. Ez nekem gyanús, ez a kör alakú, lehet, hogy ez a torony. Menjünk, nézzük meg. Ez az. Innen nem látunk rá? Nem. Az nem torony, az biztos. Oké, erre már tudom, hogy voltam, csak... Ja nem, az a kör alakú nem az, ahol én följöttem, de... Ott lesz sugárzás. Ki lehet-e itt ugrani valahol? Az a piros tűz, az meg a tűz mellett lesz az izé, a csavargó, és azt néztem, hogy miért piros a tűz. Na jó, gyerünk! Ez mi a faszom volt? Ez mi a jó Isten volt? Ó, villám, basszus! Kezdődik. Ez a csavargó. Hát lehet vele üzletelni. Welcome, welcome. Fancy some trading? I have to ask. We're in the middle of nowhere. What are you even doing out here? Out here, everything is in the middle of nowhere, my friend. Sometimes you need to get off the beaten path to find a solid business opportunity. I learned that from Warren Buffett. You've met Warren Buffett? No. I've watched his motivational videos on YouTube, though. Basically the same. Okay. Na hát, ha tud mondani valamit. Looking for someone. Perhaps you've heard her refused to work at the power-ups you went missing. I'm sorry, my friend. It's been a... Busy? We've created a new world of opportunities, my friend. I'm like Gordon Gekko, and like Jack Ma, only more hard-working. Na jó van, oké, hagyjuk-e. Akkor. Nézzük, mi van. All right, show me what you've got. Masszűrő, kerámia lemez, fém lemez. Nem? I think I've done enough. Oké. Do you buy goods? Sure. Hogy ételadagot lehet. Oké. Okay. Jó, akkor good luck building your... neki nincs izé haszna. But I make my own luck. Oké. Na! Nézzük meg még ezt. A
Az mi a jó isten? Oké. Okay. Lehet, hogy itt let's go. Aha. Ojojojojoj. Oké. Okay. Hú. Várjál. Mi van itt lent? Mi ez a rádió? What? No, look, guys, I didn't steal anything. I only took what you owed me. Owed you? Seriously? We owe you a fucking bullet. No, wait, guys, we had a deal. You came out short on soups last time, remember? So you just took some extras. You could have at least taken the goddamn pea soup. You just shit the bed, kiddo. No one fucks with us. What? Come on, guys. We're friends. Just one guy! Szevasz! Ennyi! Na öreg! Oh god! If it wasn't for you, I'd... Yeah, you'd be dead. Now get out of here. Hát, ha lesz egy jó szövetségesünk. Az jó. Az is jó. Lőszer nem kell. Oké. Okay. Mi ez a lift? Hello? Mi van? Hozz a nyádok! Hé, bazd meg! Azt a kurva! Tatya anya szólt, hogy itt van. Ezt nem értettem, hogy mi. Why did you have to come back? Jó, ez a csúzli. Oké. Okay. Hát kicsit kaptuk. Ebből kell most vagy kettő. Vagy mind a három. Basszus, ilyenből többet kell csinálni. Jó. Mindegy. Tegyük rendbe magunkat. Úgy egy kicsit ezt is. Jó, nem vagyunk százasok, mint úgy általában. Figyeld, már töltődik vissza ez a puska. Magától. Figyeld, amikor izé zizeg, akkor tölt egyet. Mindjárt zz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 
De azt mondta, hogy ez kell hozzá, és ebből még lófasz nem használtunk. Ha! Lehet, hogy kárnak csináltam. Abba van cucc. Jó. Van valami? Eladó? Semmi? Itt van egy lépcsőház. Menjünk már lifttel! Tizenegy méter.
Erre most 24 lett. Akkor lejjebb van. Jó van. Ne már! Állj már meg! Ez lehet, hogy az a torony, ahonnan Zakajevet kilőttük Ghosttal, nem? Mert nem elég magas, mi? Elég magasnak tűnik. Mi a vélemény? Pedig ott az az íves része az épületnek, szerintem ez az. Nem merem 100%-ra mondani. Na jó. Oké. Menjünk le gyalog. Följöttünk lifttel, menjünk le gyalog. Ez a Tanya hogy szólt, hogy izé, hogy itt van? Tanya. Na, menjél már. Elég magasan voltunk, lehetséges, hogy ez az a torony. Oké. És lehet még lejjebb menni? Ja nem. Oké. Na jó van, menjünk. Csak tudnám, hogy minek csináltuk azt a folyadéklövedéket. Oké, más elvileg itt nincs felfedezni való? Nincs. Akkor mehetünk rá az objektívre. Még ezt a kérdőjelet meg kéne nézni. Ahhoz meg kell kerülni az egészet. És lehetséges, hogy ott 5000-en lesznek. Basszuskús, jönnek az emlékek, jönnek. Jó van. Simán sétálgatok itt, az a két ember van itt összesen. Az egész táborba, ide be lehet jönni, be lehet kúszni ide valamiért. Biztos van értelme. Oh. Be lehet lógni. Oké. Szóval van olyan technológiájuk, amikkel be tudják ezt zárni. A zöld kristálynak köszönhetően. Nem véletlenül izé tenyésztik itt a zöld kristályt. És ez már nem az első hely, ahol láttunk ilyet, hogy ezzel foglalkoznak. Before you jump to any conclusions, I can explain. Na, hát, egy kicsit legyünk már agresszívebbek. You've been behind this the whole time. Enough of your games. What are you talking about? You know me? I helped you. I helped Tatiana. Okay. Don't you dare bring Tatiana into this. Don't you fucking dare. I know you're hiding things from me. You're acting irrational, my dear boy. This isn't you. If only you knew the extent of my discoveries, my plans for the future. I don't care about the future. I care about the truth. And I'm going to get it out of you, one way or another. Igor, please. Let's talk this out calmly, like men of science. Okay. What's NAR's interest in Chernobylite? Their interest is in a potentially $1 trillion business. I trust I don't need to explain the possibilities of a nearly unlimited energy source. I don't care about that. They're keeping Tatiana here against her will, aren't they? Why? Where is she? Tatiana is a patient. A very valuable one. That's what's keeping her safe. At least for the time being.
NAR has done some despicable things, I give you that. They've conducted some questionable experiments on human subjects. But Tanya is different. She's special. I researched Chernobylite myself. It has many potential applications. What are you and your NAR overlords planning to do with it? I know you did. You wouldn't be here if you didn't. The catastrophe of 1986 was a great gift for humanity. One of the greatest. What are you talking about? Chernobylite opened a door to something that will change the history of mankind forever. Forever! Energy capable of creating a singularity, multiple singularities, and tunnels between them. More than that, it gives us access to the ones already in existence. It's like an autonomous vehicle that can take you anywhere in time and space, complete with maps. The first such route is already in place. We just need to make sure it's safe. Tatiana. Tatiana Amelieva. You acted like you had no idea what happened to her. But she's been here this whole time, hasn't she? Yes. I cannot deny it. But please, you don't know all the facts. God in heaven. Is there not a single shred of decency left in you? I could tell you things that would turn your whole life upside down. But I don't want that. I can't have you falling apart. Don't you understand? I need you. What are you saying? I need you here. You're going to help me save her. I will ask you one last time. Where is Tatiana? Igor, please. Listen to reason. You want to learn about your personal threshold for pain? I said talk! All right, all right. But it's still Kozlov's fault. You have to believe me. Tanya is in the power plant, I swear it. Kozlov is keeping her there. Listen to me, Igor. This is important. You understand that what I'm trying to accomplish here is bigger than you or me. Shut your goddamn mouth! I can't listen to any more of your excuses. You can't leave him alive, Mousy. He will thwart our plan. He will bring about the end of the world and the reign of the Rat King. Don't do anything you'll regret later, Igor. You're better than them. Remember that. More practically speaking, you might need the old bastard later. Viktornak van igaza. Csak az a baj, hogy így meg megromlik. Tényleg egyedül Viktor az meg, aki józanul gondolkodik. Mikaillal is, meg a Tarakannal is lesznek még gondok. I know the safest thing to do is to kill you. But I'm leaving you alive, against my better judgment. Thank you. You won't regret this, Igor. Oh, that remains to be seen. We will talk again. And when we do, I expect your full cooperation. Absolutely. Go find Tatiana in the power plant. After, we can talk. Finally, some definitive proof. Tatiana is at the power plant. Okay. Na, lett három képzettségi pontunk. Négy! Nagyon fasza. Ajzé kell. A fejlesztett upgrade az nekem nagyon kell. Úgyhogy addig muszáj lenne izé jóba lennünk ez az egérkével. Oké, itt nincs senki. Gondolom azért zárták be, mert kísérleteztek rajta, bassza meg. Hol? Itt? Itt is egy nyom. Nagyon jó! Oké, húzzunk innen.
Igen, nem vártam egyébként, hogy Pripyatban, ami szét van cseszve az egész város, egy működő lift lesz. Annyi kajánk van, mint a szemét, úgyhogy mindenki a vendégem extra adag kajára, csak maradjon együtt a csapat. Próbálom őket jól tartani, hát akkor nem lázadnak. Oké. Okay. Hol vagy, egérke? Itt vagy. Stay away from rats, Mousy. For sure. I can't stand those furry little ankles. We'll build an aeroplane. We'll soar above the forests. We'll soar above the forests. And then we'll come back to Mama. You're always creeping me out. Mama was taken by the Rat King. One. Taken where? To Ozesk. Mama was a chemical engineer. She helped build the power source for the very first Rat King. Ozersk? City 40? The Rat King gave the order to hundreds of thousands of mice. And the poor little creatures kept on digging in the rain, in the mud, in the... When the big hole was finally ready, they built the device. Your mum was there? Then she vanished. She turned into stardust. Mama was close. Close enough to see everything. She was discovering the mysteries of the Rat King's energy. The key. I'm sorry, Tarakan. I know how it feels to lose someone you love. No. Hey there, Tarakan. But of course I can give. Fantastic. I'm ready to learn. Okay, Mousy, I upgraded your PDA. The scanner now uses much less energy and charges faster. It's useful when you need to find something to eat. Let's go. Nagyon jó. We may as well stock up while we practice. Use the upgraded PDA to track down and shoot some small game. Vadállatok. Oké. Okay. Ez tényleg ilyen gyorsan tölt? Úristen. Oh. Oh. És miért nem tudok lelőni párat? Jó, oké. Okay. És akkor mi van akkor? Nyuszi! Nyuszi? Patkány! Na vagy meg! De... Azt mondja, lőj le párat! De hogy? Vagy egér? Nem is patkány, egér. Hát ha tényleg ilyen gyorsan fog tölteni, akkor rohadt jó lesz. I will let you know when we're done, but don't take all day. Use the thingy to get us something for dinner, Mousy. We cannot face the Rat King on an empty stomach. Okay, de... Mivel... Oh, bazz meg, jó, okay. Akkor miért azt mondta, hogy lőj le párat? Na mindegy. Ez elég? Oké, elfelejtettem, hogy a kés nálunk van. All right, Mousy. It seems you've got the hang of it. Well done. Oké, nagyon jó. You impress me, Mousy. You will make a great addition to the great rat catcher's army. Oké. Na.
lesz annyi szarunk már, hogy rengeteg. Úgy. Sugárzás genyót kell csinálni. Oké. Mi van? Ezt akartam ide. Oké. Csernobilit égőt már nem is tudom mióta nem használtunk. Igazából csak ilyet gyártunk. Mennyi van? Most van 3. Jó. Akkor megvagyunk. Na nézzük azt a dokumentumot! Mit nyomoztunk ki? Yes! Megvan! Na nézzük! A hazugságok hálója. Na, kíváncsi leszek. Yes, comrade. We think that this subject could be the key. Patient Zero. Yes. She was pregnant. Only a couple of weeks. Yes, we were surprised too. No, she won't tell us who the father is. Based on the intel that our friends in the KGB provided us with, we've got two possible candidates. Unfortunately, one of them is already dead. Hát, hogyha Boris halott, annak örülnék. Két lehetséges apa jelölt van. Két semmi. Ebben az épületben voltunk már pedig. Absolutely, comrade. We've taken every precaution to make sure that Amelieva and her child are safe and sound. Amelieva. We're very curious too. We could be on the brink of something big here. Yes, I will keep you posted. Dear God, Tanya? She was with child? Our child? And she was this patient zero. They were using her for their experiments from the start. Jó, Amelieva Tanya. Jó, oké. Akkor mégiscsak Tanya. Gyerünk. És nem árult el, hogy terhes? Érdekes. De az egyikünk, ha egyikőjük halott a lehetséges apa jelölteknek, akkor csak Boris lehet. Börtöncella. My little bird. My little sweetheart. Soon you will see the blue sky, the meadows. You will hear the sound of the ocean. Smell the pine trees. Feel the sunlight on your face. You're a very special boy. You have a bright future ahead of you. I want you to go far, ez far away volt, from here and be happy. Amikor a KGB-sek elvitték. Rohadék Boris miatt. Don't be afraid. I will always be close to you. In your heart, in your deepest memories, find me there. It's time. We have to hurry. I love you, my sweetheart. Your mommy loves you very, very much. Now go. Tanya was kept prisoner here, and her child.
Did someone take it away from her? Ó, bazd meg! Hát olyan rég nem lehetett. Rab, hogy elküldte a gyerekét. És várja, innen jöttem? Ja. Innen jöttem. De itt nincs más út. Próbálok szétnézni, hogy... Ja de! Itt már voltam. Az a központi helyzet. Ahol én is kerültem, amikor elfogtak. De brutál néz ki. Brutálul. Yes, this is regrettable. My men are looking into it. Regrettable? It's a fucking disaster. How could you let this happen? If someone finds out... Mind your tone, comrade. I was fighting in Afghanistan when you were still pissing in your underwear. Now the boy suffered from acute autism. Couldn't even speak. My bet is, he's probably lying in a ditch somewhere. Szóval a gyerek beteg. Oh, bazd meg. Autista. Ez faszabazd meg. Egyre jó. However, he couldn't have escaped on his own. Someone helped him. Are you saying it was an inside job? It's too soon for definite conclusions, but yes, I would say so. So, it must be a spy, a CIA asset. You KG people see spies everywhere. That probably explains why your arrest records are so high. Saddam is on the brink of invading Kuwait. I'm sure the CIA has more pressing problems than your research. No, this is not the CIA. This is someone closer to home. Don't worry. I intend to find out who. Look, General, I'm sorry I spoke out of turn before. I really do appreciate your work. You are vital to our efforts. The Duga project and our research, it could be bigger than nuclear weapons, bigger than even the space wars. Érdekes. Szerintem lehet, hogy akkor a doki segített neki. Na, bazd meg. Ja? Oké. Okay. Na, kiderül. Most visszajöttünk az elejére? Úgy nézem, nagyon. A lot is at stake here. Even the future of the motherland. I already spoke with some of the party members, and... Let me be frank with you, comrade. The Soviet Union is falling apart at the seams, and I don't think anything can prevent that from happening. I'm not a scientist, but I've seen enough to know that this... Chernobylite, on the other hand, could be the key to our future. We all have to do whatever's necessary to prepare for it. Szóval annyira hittek ennek a Csernobilitnek a felhasználásában, hogy az sem érdekelt őket, hogy széthullik a Szovjetunió. Tanya had a boy, and he escaped. Was it mine? God, if it was. Biztos, hogy Tanya volt a terhes. Ah, compose yourself, Igor. Ja, hogy a Tanyának volt egy tesója. Looks like the KGB was trying to expedite the Chernobylite experiments. Maybe they were even hoping that the findings would prolong the life of the Soviet Union. Clearly they didn't succeed. Hát érdekes lesz ez így.
It's great to see you, Igor. I've got a fan-fucking-spastic plan that you need to hear. You're right, of course. Sounds fan-fucking-exciting. Stop bitching and be grateful there's someone here to do the thinking when you're not around. Anyway, listen up. I think the time has come to kill off the biggest knobber of them all. Oh, the suspense is killing me. Who's on your shit list today? Drumroll, please! General Kozlov, the single biggest NAR twat of them all! Time to end his miserable life, pay back for what he did to my friends, and for his other shameful deeds, of course. Can't forget that. You've got friends? That's new. Yeah, very funny. This fucker and his cronies iced my boys. Don't you ever joke about that. You fucking hear me? His lapdogs captured us, tortured us. I got lucky. They just beat the ever-loving shit out of me and left me to die. Szerintem úgy is meg lehet kérdezni mind a kettőt. What happened? He thought we were human trash. Something he could just dispose of. They tortured and killed my friends! I made it. Might have taken one too many blows to the head. Who knows? Anyway, a perfect opportunity to exact revenge on this cocksucker's approaching. He's gonna give some kind of motivational speech to his private army of knobbers outside in Lenin Square. As much as I admire clean work, shooting him like a lame deer would be a mistake. We should make him talk first, learn everything we can so we can better prepare for our heist. Passwords, codes, guards, routines. After we have what we need, then we off him. I also want to ask him about my brother. I need to know why he went to the trouble of killing Ruslan when he was just asking for a job. We are going to pull the Rat King's teeth one by one. Kozlov is one of his shiniest fangs and sharpest. But we should question him first. Killing him straight away would waste all the work we put into exposing his big plans and the end of the world and all that. We need Kozlov alive. I'm open to suggestions. I can definitely help with that. The actual camp is located in Energetic, the former palace of Kocha. There are two ways in. The main entrance is probably guarded, of course, but they only post two guards at the side door. You know the place, right? Yeah. I lived here a long time ago, but some of the details are fuzzy. It's not complicated. Those NAR fuckers just walked in and make themselves at home. The front entrance is a no-go, but the side door will be a breeze. The guard detail is very light, insultingly so. And that's where you come in, or go in, or whatever. Kozlov's digs are on the top floor. Once you get inside, it shouldn't be hard for a man of your talents to slip past the guards. Security is a bit of a joke, like every fascist you ever met. They got cocky. They're not expecting anyone to snoop around. And remember, most of them will be distracted by Kozlov's speech. Maybe he'll even put them to sleep for us. This is a great opportunity, Mousy. The Rat King's minion will be vulnerable. Hello. Just waiting for the time has come to instill the fear of the great rat catcher in their black and shriveled hearts. Okay, I'm ready to talk to Kozlov. No, ez oké. De ha elrabuljuk Kozlovot, remélem nem ide akarjuk hozni. Ugyanis, hogyha ide hozzuk, félő, hogy a fekete szalker megtalálja, és akkor így szétbassza az egész kis táborunkat. Let's do this! Oké. Azt mondta, csináljuk. Akkor jó. Na! Hát az, hogy alakul ez a rablás, azt legközelebb megtudjuk. Még van egy fontos szolgálati közleményem is. Na, következő. Pénteken nagy valószínűséggel nem lesz stream.
mert este 6-ra kell mennem a második időpontra, ami igazából már a harmadik, és az már éjfél után van, mire hazaérek, az hát minimum hajnal 1:30. Az a legjobb eset, és reméljük, hogy nem leszek szarul tőle, de inkább most szólok, meg inkább úgy készüljetek, hogy nem lesz stream pénteken, de elvileg ez az utolsó péntek, hogy hanyagolnatok kell a streamet. De akkor majd szombaton még nyomatjuk egy picit a Csernobilitet, mert jó lenne a héten befejezni. Egyre bonyolultabb a történet, ez jó jel, ez annak a jele, hogy közeledünk már a végkifejlet felé, de nem tudom, hogy mennyi van még hátra. Szóval ennyi, holnap is nyomatjuk, holnap után is, mondom, péntek az egyetlen, amikor egyáltalán nem lesz stream. De ha minden jól megy, akkor szombaton meg sok mindent kaptok. Bocsánat. Na. Én elköszönök. Jó éjszakát, szép álmokat. Holnap találkozunk. Csúszik a pók.